csúszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Na sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlünk mindenkit itt egy újabb Brawl Stars-os videóban a barátnőmmel, Jennyvel. Sziasztok! Folytatni fogjuk a Brawl Stars-os sorozatunkat, méghozzá nem más miatt, mint azért, hogy a Brawl Pass-ben tudjunk haladni előre, illetve azért, hogy a Star Points-okat tudjuk gyűjtögetni, és hogy említettük is, ugye így free-to-play-ként azért nagyon meg kell ragadni ezeket a pillanatokat, ugye, hogy bármikor is tudjunk esetleg egy plusz ládához jutni, főleg hát, hogyha meg a boxról van szó. Oké, kapja. Marja, buff, meg is halt, ez az, nem tudom, hogy hol van éppensége, jaj, pont itt is van. Erről amúgy nem rossz ezen a pályán itt a Mr. P, hogy át tudok lőni ugye az akadályokon, meg itt a flowerek igazán jók lehetnek, hogy elbújjunk itt az akadályok mögött, és akkor folyamatosan dobáljuk őket. Hát, ujjaj, a Tony Stark, hát mondjuk lemaradt a K betű, így egy Tony csillag. Nem baj, ezt megölöm, lassan lesz szuper, ilyen 105 HP-val épp, hogy túlélem. Hú, az jó, megölöm, nyugi, kivégzem, buf. Mondom, kivégzem, puf. Ez megvan. De 51, Jézusom, hogy szettized, jó, én most már itt lesugyulok. Engem most már szerintem érdekel az egész világ. Innentől kezdve igazából már megvan nekünk a mérkőzés, ha nem csinálunk semmit se. A lényeg annyi, hogy ne halljunk meg, ne adjunk pontokat, nekik az kész. Ennyi a param ugye a Bontival, hogy ugye ez fixen annyi ideig tart, ez nem lehet rövidebb, nem lehet hamarabb véget vetni az egésznek, és így tudja, hogy annyi időbe fog telni egy ilyen mérkőzés, amennyit ugye meg is adnak. Mondjuk ezen változhatnának valamit, ugyanúgy, hogy esetleg ennyi csillagot kell elérni, és ha elértétek azt a csillagot, akkor vége van. Nem értem, hogy miért időre van akár az egész. Mondjuk lenne az, hogy 20 csillag, az kész. Ha kinyírjuk amúgy a Pennyt, akkor még át is veszük a vezetést. Jövök, segítek. Megvan? Ez az! Jó húzás onnan, húzás! Matthias, ha meghal, akkor viszont végül! Várjál, kinyírom, kinyírtam a rózát! Nem! Mi az, hogy nem nyírtam ki? Micsoda! Ez mi? Gyerünk, menjünk, fordítsuk két oldalra, körbe kell szedni. Gyere, lőjed! Én ezt nem viszem el! Mi ez az egész? Megy a sebzés, megy a izé, azt nincs semmi. Szétkapom őket. Szétkapom őket. Oké, átvettük a vezetést. Ha nem halunk meg, akkor jó. Oké, lehet meghalok. Ne. Nem halok meg, nyugi. Jó, nem haltam meg. GG! Mondtam, hogy 10 millió ponttal fogunk elmenni, hogy annyira easy lesz, hogy nem lesz semmi probléma. És simán carryzem. Látod, star player. Na? A róza? Ugye a róza? Kairos YouTube. Hát itt az igazi Kairos. Az igazi Kairos ellen játszok, srácok. Azt a mindenit. Jaj! Úgy is van. Kairos, pusztulj! Pusztul a Kairos! És szevasz! És azt mondja, hogy szevasz. Hogyan játszod azt, amit velük? Egyszer hárman követtek, haver! Mi van, Kairos? Hát mi van vele? Nem olyan vagy már, mint régen! A régi Kairos sokkal jobb volt! Az igazából azért jó, mert kiszedem. Jaj, de vigyázz, mert jön a Kairos, jön a izés, bulocska, csak ő nem fog ki tudni nyírni engem, 300 HP-val, figyeljetek, jól állunk, úgyhogy nem menjetek sehova, folytatjuk a következő részben. Ne halljunk meg, az kész, jó? Légyszi, ne legyen olyan idióta az a társunk, hogy Kairos el, de nem akarok ki, gyertek itt jobb oldalra húzódjatok már lefele, mert az közben damage-elni tud annyit. Takarodj már, de az utolsó pillanatban miért kell meghalni? Most erre mit tudsz mondani erre a játékosra? Esküszöm, tehát nem látja azt, hogy jön a Róza, hogy közeledik? Ki lesz sípolva, nem érdekel? Egy win kellett volna az elején, ahhoz ott tartunk, hogy három win kell. Igen, és nem tudom mi miatt. Jó, megvan a szuperem, beugrok és kinyírok mindenkit. Most pontok jönnek, pontok, lacikám. Csak a pontok fognak esni. Igazából amúgy a bult kéne kicsinálni, annyi csillag van nála, mint a retek. És még így is vezetünk, ami tök durva. Gyere, fater, lőjél! Mi van? Megöltem! Ennyi! Meg is vannak a pontok. Rainbow most hátra megy, azt alszik egy jót, azt már megvan az egész mérkőzés. Semminek nem kell történnie itt. Ez akkora előny, hogy ezt már eladni, még az előző kolcsa igazán tudná. Nem. Tehát itt már bárki jön is be, bármit is csinál, ez már megvan. Na, hát a GG. Én már itt megállok, aztán jó van. Megállok, lacikám, elég lesz. Ott a win, GG. Ölj meg, itt vagyok, nézd meg, nyír ki! Tesó, egy helyben állok! Képtelen volt rá.
erre se volt képes, nézd meg. Látod, lecserélted, azt jönnek a vinek. Jó, csak az a egy kellett volna a Jessihez, hogy meglegyen a 20. Nem? Ott tartok, hogy vagy 5 vin kéne hozzá, hogy meglegyen a 20. Easy lett azt volna az itt. A start point, de mindegy. Hát igen. És egy idegbajt kapok. Túl feszült vagyok ahhoz, hogy bármit is beszéljek. De azzal nem akarsz bejönni akkor már újra? De más meccsen, de nem ide, mert... Nem ide. Én amúgy ez igaz. Neked kell a damage. De az, hogy áll, amúgy... Nagyon rosszul. Nagyon. Jó, én kinyitom kettőt amúgy. Ez a csapat nem megnyeri a bontit ma. Lehet, hogy Jennynek összejön az 500 kupa Jessivel. De az is lehet, hogy soha nem jön össze. Egyetlen egy kellett. Hihetetlen, nem baj. Hirtelen meg három. De figyelj, nézd a jó oldalát, többet játszhatunk. Tűrű-tűrű-tűrű. Ich mag ihr Brot. A Brot az a kenyér. Szereti a kenyeret. Ennyi, ez a neve. Szeretem a kenyeret. Ich mag ihr Brot. Hát ez megint vinna, csá. Léptem. Jaj, meghaltam, nem, most már bukjuk a mérkőzést, Jenny. Jó, akkor ennyi volt. Sajnálom, tényleg elnézést kérek, azért, hogy meghaltam. Sorry. Bárki osztam. Hal meg, bármennyiszer is megvan. GG, 40 pont. Na most kiderül, hogy mi a küldim. Azt mondja, a healeljek, tényleg. Az viszont biztos, hogy nekem az megvan, akkor megvan a Brawl Pass-em amúgy. Az a durva. Panír! Panír, gyere! Azok ezek a nevek amúgy. Pamír, de... GG. GG. Meg lett vajon? Meg, jó, neked meg máshova. Nekem meg máshol kell még. Már is sokkal jobbnak tartom azt, hogy bejöttem itt a Pemmel. Sokkal egy jobb választásnak tartom. Nem baj, jövök, szedem az övékét. Hello! Most biztos, hogy azért, mert Pemmel vagyok, most ilyen gyengébeket kapunk ki. Nem? Lehet. Az a baj, meghaltam így is. Most már jöhetsz majd át a másik oldalra, ugye? Szerintem. Mert igazából meg vagyunk most már azzal az oldallal. Ez GG win, easy peasy, lemon squeezy, noobs. Get wrecked, see you in the lobby, bye bye, uninstall the game, thank you. Hát ez milyen egyszerű volt, Jézusom de laza. Hát most bejöttél volna, érted Jessivel? Így, pillanatok alatt, dear, win, win. Ilyen kevés damage. Ja. Jó, én amúgy most akkor olyan jövök be, amivel nagyon OP lehetek. Jó, gyere azzal, amivel nagyon OP lehet. Megoldom ezt az oldalt, tehát jobb oldalt elvagytok. Még elég jól védekezik, ez a baj. Aha. A Bibi. 2v1! Mi van, fater? Hát megöltek, az van. Ezerrel. Kinyírtam! Figyelj, ezt befoglaljuk, az cső. Próbálom az. Jó, ez megvan, tehát nézd meg, ha nem jönnek át ide és nem tudják ezt elfoglalni, és mi végig tartjuk, akkor meg vagyunk. Mert mi jobban állunk százalékba, tehát nekik itt valamit ki kell találniuk. Meg vagyunk, GG, böbö. Vagyom, mi nem biztos. De. Gyertek. Benyomtam a tankosítás, 98%. Ergo ezt még el lehet bukni. Nem áll. Hát de hogy nem? Rá kell taposni, csak szimplán rá kell taposni, az csé. Megcsináltam. Rátaposott. Letapostam, rátapostam, széttapostam a vint is. Na, gyere akkor a Jessivel. GG, hogy haladsz Brawl Pass-be? Hogy állsz nekem? Megvan a 30. Jó, ezek buták. Mármint szerintem azok. Kinyírtam az 8-bitet. Nézd meg, a Mortis ott van. Orcsicsú, azt nem vették észre. Nem akarták kinyírni. Simában tudta foglalni, én meg át segíteni. Vagy kinyírom addig a 8-bitet. Fenntartom, hogy ne tudjanak ide jönni, amíg ti foglaljátok. És ha nem tudnak átjönni, addig jók vagyunk. Hárman vannak, hát ezek butuskák, mert amúgy most azt mi elfoglaljuk, azt megyünk át oda. Aztán szevasz, helycserés, támadás. Mehet, helycserés, támadás. Menjetek alulról, melyek a másik oldalról, fentről. Mehetünk befele. Let's go! FBI, open up! You are dead! Ez mekkora volt? Milyen rajtacsapás, hallod? Jött a tech, berúgta az ajtót, az leszámolt a drogdealerekkel. Hello! Mi van, tesó? Ez jó volt, na ezt szétadtam. Ki lettek csinálva. És megvan az 500 nekem, az ével, a Rózával. Egyet öltem. Egyet?
Nagyon nem tudtam. Elég jót mentünk, ahogy látjátok a Brawl Pass-nekem például már meg is van, amit majd tudok inni, viszont Jennynek még kell egy picike, úgyhogy azt is meg fogjuk szerezni, az is lehet, hogy videón kívül, vagy lesz majd videóban, pusolás ugyanúgy, de mindenféleképpen meg lesz, és akkor jönni fogunk egy ilyen nyitással, illetve amit mondtunk is nektek, hogy lesz majd még plusz egy megabox, és azt is megszerezzük, mert Jenny, hogyha például Jessie-t felviszi, meg még valamit, akkor meg tudja ugyanúgy is vásárolni. Hát nagyon sok mindent fel tudnék venni 20-asra. Igen, és akkor utána az is lesz olyan nyitás is. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett nektek, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal, egy hatalmas feliratkozásra, aztán a következőben majd ütközünk, legyetek jók, addig is, sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető, teljesen elérhető, egyet fizet, egyet vihet akció, egér van, póló, bögre, vagány bögre, és még plüss maci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!